Tankrestaurátorok. Szerszámok tömkelegével felszerelt műhelyekben, alapos kutatásokra támaszkodva keltik életre a legendát. A híres német tankot, a Panzerkampfwagen 5-öst, azaz a Párducot. A II. Világháború egyik legfélelmetesebb harckocsiját. Halált hozó, pontos és szinte megállíthatatlan volt. Egymagában a szövetségesek egyetlen tankja sem vehette fel vele a harcot. A Párduc hatása még ma is érzékelhető. Az eredeti tankokból nagyon kevés maradt meg, ezért az egész világon kutatnak utánuk, hogy megmentsék őket az enyészettől. Van, aki bélyeget gyűjt. Van, aki érméket. És van, aki nem elégszik meg ilyen apróságokkal. Szeretne tankokat gyűjteni? Ehhez először is sok pénz kell. Aztán úgy kell érteni a lángvágó használatához, mint a skalpolókéshez. És alaposan ismerni kell a történelmet. Ismerkedjenek meg Jacques Littlefield-del, a világ egyik legnagyobb magánkézben lévő harckocsi gyűjteményének tulajdonosával. A hatalmas monstrumokat a kaliforniai Portola Valley-ben állította ki. A gyűjtemény jelenleg mintegy 220 darabból áll. Többségük harci eszköz. Van közöttük 65 vastag páncélzatú csatatank, és jó néhány vékony, de több rétegű páncéllal ellátott harckocsi is. Ő pedig Kevin Whitcroft. Az angliai Ernesby-ben több mint 230 katonai járművet gyűjtött össze. Tavaly rájöttem, hogy ha 2-4 évet fordítok egy-egy jármű helyreállítására, egyszerűen nem élek addig, amíg mindennel végezhetek. Képtelenség. Kevin és Jack is nagyon gazdag. Persze, másként ez nem is menne. Egy-egy tank helyreállítása milliókba kerül. Kell hozzá egy teljesen felszerelt műhely, és olyan szakemberek, akik képesek új alkatrészeket gyártani és megtalálni a régieket. És persze azt is tudják, hogyan kell mindezt összeszerelni. Ha valaki komoly gyűjtő, mindig van valamilyen darab, ami után ácsingózik. Németországban gyártották. 1943-ban esett át a tűzkeresztségen. Olyan gyilkos, olyan retteget harci eszköz volt, hogy ha az oroszok zsákmányoltak egyet belőle, azonnal be is vetették a németek ellen. A hatalmas Panzerkampfwagen 5-ös, a Párduc. A Párduc rendkívül érdekes tank. Sokan a II. Világháború legjobb harckocsijának tartják. Szerintem a Párduc a legjobb német harckocsi volt. Jól nézett ki, félelmetesen dübörgött, és a legtöbb esetben tökéletesen működött. A Párductól nem véletlenül rettegett az ellenség. 75 mm-es ágyúja több mint 1 kilométeres távolságra is pontosan lőtt. A páncélzata olyan vastag volt, hogy a szövetségesek ágyúi nem tudták átütni. A szövetséges tankkal került szembe, rendszerint győztesen került ki az összecsapásból. Ha egy Párduc csatasorba állt, gyakorlatilag megállíthatatlannak bizonyult. 5-ször ritkábban lőtték ki, mint a Shermaneket, és 9-szer ritkábban, mint a T-34-eseket. Manapság egy működőképes Párduc nagy-nagy ritkaságnak számít. Jacques és Kevin is évekig dolgozott, amíg életet lehelt a masinájába.
A Párduc tulajdonosok klubja igen exkluzív társaság. Alig 4-5 tagot számlál szerte a világban. A saját bőrömön kellett megtapasztalnom, hogyha az ember elindult ezen az úton, belevágott ebbe a drága mulatságba, már nem fordulhat vissza. Gyakran kérdezgettük egymástól, hogy normálisak vagyunk egyáltalán. A tank összeszereléséhez először egy megfelelő csapatot kell szervezni. Jacques a világ legjobb szakemberei közül válogatott. A Párduc helyreállítási munkálatait Greg Taylor irányította. Gyerekkorom óta érdekelnek a katonai járművek. Volt egy második világháborús Dodge fegyverszállító járművem. Azzal jártam iskolába. Dave Merrien középiskolás korában jött be először a műhelybe. A lángvágót épp oly mesterien kezeli, mint a laptopot. Az egyik feladatom az, hogy kitalálja, miként gyárthatók vagy cserélhetők le a háborúban eltűnt vagy megsérült alkatrészek. Pontosan lemérem az eredeti, de sérült alkatrészeket, és eldöntöm, hogyan gyártsuk le őket újra. Keith Bowles mindent meg tud javítani, akár van nála kézikönyv, akár nincs. Körülbelül 400 évnyi munkánk van még hátra. Remélem, elég sokáig élek, hogy elkészüljünk vele. A második világháború idején Németországban mindössze 6000 párducot gyártottak. Az 50000 amerikai Shermanhez képest elenyésző mennyiséget. A háború után a legtöbb párducból ócskavas lett. Manapság már az is csodaszámba megy, ha egyet sikerül valahol fellelni. Jacques tankjának újjászületése Kaliforniától több mint 10000 kilométer távolságban kezdődött. A hatalmas monstrum egy iszonyatos háború mementója. Lengyelország, 1945. január. A német és a szovjet csapatok öldöklő csatát vívnak egymással. Egy 45 tonnás párduc lesüllyed a Fekete-Nida folyó fenekére. A kincset érő harckocsi több mint 40 évig pihent a mélyben. Végül Jacques Littlefieldnek köszönhetően újjászülethetett. Egy német gyűjtőtől vásároltam, aki vagy 10 évig őrizte. Ő pedig attól a lengyeltől vette, aki kivontatta a partra. A harckocsi törzse, bár több helyen is megsérült, viszonylag éppen megmaradt. A lövegtorony azonban teljesen szétment. Amikor a párducot megkaptuk, síralmas állapotban volt. Ilyet még az életemben nem láttam. Reménytelen vállalkozásnak tűnt. Úgy gondoltuk, ha nekilátunk, 10 évig is eltarthat a helyreállítása. Minden repet rozsdás volt rajta. A vízcsövei is elhajoltak, oxidálódtak, megsérültek. Olyan volt, mint egy rémálom. Foglalkozzunk-e vele egyáltalán? Hiszen ha belevágunk, évekig kell rajta dolgoznunk. Amikor Jacques-hoz fordultam némi bátorításért, azt mondta, hogy ilyen embert próbáló feladatunk talán soha nem lesz az életben. Jacques embereinek sok mindenhez kellett érteniük, ha újjá akarták építeni a párducot. Fémmel, fával dolgozunk. Értenünk kell az elektromossághoz, a hidraulikához. És mindezek fölött történelmileg hitelesen kell helyreállítanunk a harckocsit. A 43 tonnás tank helyreállításához néhány pokolian erős berendezésre is szükségük van. A műhelyben láthatják, hogy van egy 15 tonnás híddarunk és több hidraulikus hengerünk, amelyekkel 50-60, sőt 100 tonnás darabokat is el tudunk egymástól választani. Rengeteg időt és energiát fordítunk az egyes darabok szétválasztására és helyreállítására, nehogy valahol is megsérüljenek. Ezeket a sebeket a köszörűgép, ezeket pedig egy fémlemez okozta. Karaktert ad az embernek. A csapat nem csak a tankot állítja össze, miközben levakarják róla a festéket, kibogozzák az elektromos vezetékeket és felnyitják a lezárt rekeszeket,
feltárulnak előttük a múlt titkai is. Hogyan kerül a fekete nida aljára? Egy másik harckocsi találta el? Vagy egy tüzérségi lövedék? Netán egy légibomba? Lehet, hogy a csata hevében a motorja mondta fel a szolgálatot? Esetleg szabotás áldozata lett? Jacques emberei minden lehetséges nyomot felkutatnak, hogy kiderüljön, mi okozta a Párduc titokzatos pusztulását. Németországban gyártották. Lengyelországban pusztult el a II. Világháborúban. Most pedig átszállították az egykori ellenség földjére. A Párduc hatalmas átalakuláson megy keresztül. Ez a világ legnagyobb magánkézben lévő katonai járműgyűjteménye. Jacques Littlefield csapata hatalmas fába vágta a fejszéjét. Elhatározták, hogy korhűen és katonai precizitással felújítanak egy kiégett, elrozsdásodott Párduc harckocsit. Ugyanazzal a módszerrel hegesztünk, mint az eredeti német gyártók. Ha ők ívhegesztést alkalmaztak, akkor mi is így hegesztjük össze az alkatrészeket. Ugyanazt a típusú hegesztőpálcát használjuk, hogy minden úgy nézzen ki, mint az eredeti. A varratok, a varrat dudorok, mindennek ugyanolyan formája kell, hogy legyen, mint eredetileg. A nagy beavatkozás előtt a harckocsit teljesen lecsupaszítják és tetőtől talpig átvizsgálják. Leszedjük a fő alkatrészeket, rendszerint a lövegtornyot, a lánctalpat és a motort. Megnézzük, mit használhatunk fel közülük, mit kell teljesen kicserélnünk, és természetesen azt is, hogy melyik alkatrész hiányzik. Kitisztítjuk a járművet. Ezen a tankon előkerült egy II. Világháborús német puska szárnya. Találtunk a fargéppuskához vagy a toronyban lévő párhuzamosított géppuskához tartozó tölténysorozatokat, sőt, világítógránát hüvelyeket is. We found a flare gun cartridge. A Párduc már rég működésképtelen volt, de hirtelen mégis tűz alá került. Épp a tank belsejét ürítjük ki. Egy hatalmas Rosebud hegesztőpisztollyal dolgoztam, hogy a tank elejében felhevítsek egy függesztéket. Benyúltam a pisztollyal, de odabent volt még egy géppuska tölténysorozat, amely felrobbant. Majd szétment a dobhártyám. Azt hittem, eltaláltak. Tapogattam magam, nem sebesültem-e meg. Nem tudtam, hogy mi történt, de abban biztos voltam, hogy a hegesztőpisztoly váltotta ki a robbanást. Hangos csattanást hallottunk. Megkérdeztem Dave-et, hogy jól van-e, de sokáig nem válaszolt. Nagyon megijedtünk. Mindenki hallotta. Oda rohantak és kérdezgették, hogy jól vagyok-e. A Párducnak már a kinézete is elég félelmetes volt. Az orrpáncélzata ferde volt, ami óriási előnyt jelentett a harc során. A ferde páncélzat azért volt jó, mert a lövedékek nehezebben ütöttek részt rajta. A Párduc előső lemeze például nagyjából 8 centi vastag volt. Ha szemből eltalálták, a ferde szög miatt a lövedéknek ennél jóval hosszabb utat kellett megtennie, amíg átszakította. Arról nem is beszélve, hogy könnyen lecsúszhatott a páncélról. Lepattanhatott róla. A Párduc ferde páncélzatát az ellenség harckocsijáról, az orosz T-34-esről koppintották. Szovjetunió 1941. júniusi lerohanása előtt a németek sok más országhoz hasonlóan függőleges oldalú, dobozszerű harckocsikat gyártottak. Amikor meglátták az orosz tankokat, döbbenten tapasztalták és azonnal megértették, hogy korszerűbb típussal állnak szemben.
Ez a párduc egy perc pihenőt sem engedélyez a restaurátoroknak. A világháború és a folyóban töltött évtizedek alatt a lövegtorony menthetetlenül tönkrement. A sérüléseiből azonban következtethetnek, hogy mi történt a tank pusztulásának pillanataiban. A tankot és a lövegtornyot természetesen külön szállították át Kaliforniába. Az utóbbi teljesen szétment, valamilyen robbanás végezhetett vele. Ez volt az első, amit megállapítottunk. A robbanástól az egész fedőpáncélzat meggörbült. A bal oldalon találtunk egy 5-8 centi vastag páncéldarabot, amely teljesen deformálódott. A párducban olyan robbanás történt, amely szétroncsolta a páncélzatát, míg a motort védő páncélt is benyomta. Mi okozta a robbanást? Egy másik tank lövedéke, egy akna, netán egy közelről kilőtt rakéta? Bár a szakemberek újjávarázsolják a párducot, könnyen előfordulhat, hogy erre a kérdésre sohasem találják meg a választ. A napfényes Kaliforniában és egy angliai vidéki telephelyen két csapat is azon dolgozik, hogy életet leheljen egy német párducba. Brian és Ellen Rutter egyaránt a világ egyik legnagyobb katonai járműgyűjteményét birtokló Kevin Wetcroft munkatársa. A tankműhelyben néha egy-egy csavar meglazítása is komoly gondot okoz. Talán, ha megpróbálnánk elfordítani. Nem is tudom, mit évők legyünk, mi lenne a legjobb. Csuparosda az egész. A párduc már 4 éve nálunk van, és legalább 2,5 éve dolgozunk rajta. Csak az 1 évig tartott, amíg szétszedtük. 50 évig egy francia roncstelepen állt. Gyerekkorom óta erről álmodoztam. Láttam a képregényekben, a háborús filmekben. Azt akartam, hogy egyszer nekem is legyen ilyen tankom. Nem, így nem lesz jó. Ha ezzel készen vagyunk, le kell róla vennünk a dobot. Ki kell húznunk az egészet a tank testéből. Mit ne mondjak, elég súlyos darab. Kár, hogy a záródugó lekerült róla, de bízom benne, hogy a másik még elég jó állapotban van. A fém felhevítése megkönnyítheti az évtizedek óta mozdulatlan alkatrész eltávolítását. Ha nem sikerül, végszükségben még mindig le lehet vágni. Ezt a módszert nem szívesen alkalmazzuk, csak a legutolsó megoldásként jöhet szóba. Inkább sokáig bíbelődünk vele. Csak akkor adjuk fel. Ha semmiképpen sem megy. Jól ide rögzítették. Itt, ebben a tokban van az áramkör központja. Elvileg ezen a nyíláson keresztül az egészet ki lehet csúsztatni, de annyira elrozsdásodott, hogy nem megy. Megpróbáltam felmelegíteni, próbálkoztam mindennel. De vágni csak a legvégső esetben fogjuk. Nehéz, de szórakoztató feladat. Részben régészet, részben mechanika. Minden esetre nagy örömet okoz, ha látjuk életre kelni. Számos oka volt annak, hogy a harctéren rettegtek a párductól. Hajszál pontosan lövő ágyúját sokan a II. Világháború legjobb harckocsi ágyújának tartották. 75 mm átmérőjű lövedékeivel 2 kilométer távolságból is harcképtelenné tudta tenni az ellenséges tankokat. Ha egy amerikai Sherman egy az egyben találkozott vele, vajmi kevés esélye volt a sikerre. Sokan felkeresik a műhelyünket, köztük olyanok is, akik a II. Világháború idején harckocsizók voltak. Mesélték, hogy milyen pokoli érzés volt, ha valakinek kilőtték a Sherman tankját. Amikor idejönnek és meglátják a párducot, de még inkább az ágyúját, még ma is elfogja őket a remegés, ma is félnek tőle.
A párduc ágyúcsöve kétszer olyan hosszú volt, mint a sörmené, így sokkal nagyobb sebességgel lőtte ki a lövedékeket. Ez volt az ágyú legnagyobb előnye. A párducból kilőtt lövedék, attól függően, hogy milyen típusú volt, másodpercenként több mint 900 métert tett meg. A Sherman lövedéke viszont csak 600-at. A gyorsaság nem csak a pontosságot határozza meg, hanem azt is, hogy milyen vastag páncélt üthetett át a lövedék. A Sherman tanknak hasonló űrméretű ágyúja volt, de lassabban lőtte ki a lövedékeit, amelyek nem mindenhol voltak képesek áthatolni a párduc páncélzatán. A párduc ágyúja ezzel szemben olyan sebességgel lőtt, hogy a lövedék bárhol átüthette a Sherman páncélját. Elég volt egyetlen jól irányzott lövés, és a Sherman harcképtelenné vált. A csapat egyik legnehezebb feladata a párduc lövegtornyának helyreállítása volt. Az volt az akkori idők legbonyolultabb harckocsijának legbonyolultabb alkotóeleme. Ez a lövegtorony annyira megsérült, és olyan sokszor próbálkoztak a helyreállításával, hogy a végén úgy döntöttünk, jobb lesz, ha újonnan megépítjük. Valaki megpróbálta összehegeszteni ezt a repedést, de rossz hegesztőpisztolyt használt, így, amint látják, ismét meglepett. Ha épebb lenne, megpróbálhatnánk az eredeti darabokat kijavítani, de ez már olyan rossz állapotban van, hogy legfeljebb a golyóálló fedezék és a ventilátor öntvényét használhatjuk fel. Miközben a csapat a párducon dolgozik, nem hagyja őket nyugton a kérdés, hogy vajon miért süllyedt le a harckocsi a lengyel folyó aljára. A tank beszélni ugyan nem tud, de van rajta néhány árulkodó jel. A törzsébe ütött sorozatszám például ma is olvasható. Talán ez vezet nyomra. Katonai levéltár szerint a tankot a 16. harckocsi ezred számára gyártották 1944. júliusában. Fél év múlva az ezred megtizedelődött az orosz fronton. A feljegyzésekből ugyan nem derül ki, hogy mi okozta a párduc vesztét, azt azonban elárulják, hogy hol volt az eredeti támaszpontja. Ma a támaszponton ultramodern Leopard 2-esek sorakoznak. Rézsútos erejével, erős páncélzatával és hatásos ágyújával a Leopard sok tekintetben a párduc modern utódjának számít. Ágyúját ugyanaz a cég gyártja, mint annak idején a párducét. A Leopard 120 mm-es lövedékeivel 2,5 kilométeres körzetben képes eltalálni a célt. A Leopard 2-es feltétlenül a világ legjobb harckocsijai közé tartozik, mind a páncélzatát, mind a manőverezési képességeit illetően. A tűzerejéről nem is beszélve. A Leopard ágyúját még az amerikaiak is a világ legjobbjának tartják. Az egykori ellenségek ugyanolyan német gyártmányú ágyúval szerelik fel a tankjaikat. A mai harckocsik legénysége természetesnek veszi, hogy mozgás közben is pontosan tüzelhet. A párduc is tudott volna így lőni, de valószínűleg nem találta volna el a célt.
A második világháborúban az amerikai mérnökök a lövegtoronyba szerelt elektromos gyroszkóppal próbálták stabilizálni az ágyút. A németek másként közelítettek a problémához. Ők magát a tankot akarták stabilizálni egy rendkívül bonyolult, torziós rudas felfüggesztéssel. Ez akár fél métert is elmozdulhatott, így a harckocsi olyan simán haladhatott, hogy messze megelőzte korát. A filmen láttam mozgó pártucokat. Terepen és nehéz akadályokkal teletűzdelt gyakorló pályán haladtak. A tank törzse gyakorlatilag egy szintben maradt, míg a felfüggesztő rudak gyorsan fel- s lemozogtak, hogy ellensúlyozzák a terep egyenletlenségeit. A többi korabeli tank, a Sherman és a T-34-es felfüggesztése csak nagyon kis játékot tett lehetővé. Így ezek a tankok rendkívül kényelmetlenek voltak. Kimerítették a legénységet. Ideje, hogy Zsák műhelyében nekilássanak a Pardus 12 hengeres 700 lóerős motorjának felújításához. A motor Keith Boss szakterülete. A Pardusnak tolattyús motorja volt. A hengerfalait nem öntötték bele a hengerblokkba, kicsúsztak belőle. A tolattyús motor olyan, mint a dízelmotor. Kivehetjük belőle a tolattyút, és újat tehetünk bele. Mivel nem vásárolhatunk Maybach tolattyút a Pardus motorjába, nekünk kell legyártanunk a megfelelő alkatrészt. A könnyű és erős motorokat eredetileg repülőgépek meghajtására fejlesztették ki. Ez pedig komoly gondokat okozott a Pardus működésében. A motor és a hengerblokk feleslegesen könnyű, és rendkívül sérülékeny volt. Láttunk képeket, amikor a harckocsi, a hajtórúd vagy a fejtömítés meghibásodása miatt robbant le. Ez pedig abból fakadt, hogy túl könnyű alkatrészekből akarták összeállítani a motort. A motor korai változatainak egy másik komoly hiányossága is volt. A párducokat mindig benzinnel hajtották meg. Ha a motort nem megfelelően állították be, ha a gyújtás időzítése nem volt tökéletes, könnyen előfordulhatott, hogy a karburátoron keresztül tűz csapott ki. A benzin zártérben könnyen robban, a tűz pedig könnyen átterjedhetett a kezelőrekeszekbe. A Pardus motorját előállító gyár már megszűnt. A cég, az MTU azonban megmaradt, és ma a német hadsereg Leopard 2-es tankjaihoz gyárt szupermodern motorokat. Az MTU 1500 lóerős motorjaival meghajtott Leopardok fürgén mozognak. A 61 tonnás harckocsik országúton több mint 70 km/órás sebességgel is képesek haladni. A Pardustól eltérően ezeket a tankokat dízelolaj hajtja, így gyorsabbak és kevésbé gyúlékonyak, mint a benzint fogyasztanának. Mike Grodek az MTU műszaki igazgatója. Mindig is arra törekedtünk, hogy a lehető legkisebb motorokat építsük be a harckocsiba. Így több hely marad az egyéb berendezések számára. Nagyobb ágyút szerelhetünk fel, több üzemanyagot vagy lőszert tárolhatunk a járművön. Esetleg erősebb páncélzattal védekezhetünk az aknákkal és hasonló eszközökkel szemben. A Pardus mai rokonaitól eltérően benzinüzemű jármű volt. A benzin viszont rendkívül gyúlékony, zárt térben pedig könnyen berobban. Lehet, hogy Jacques Littlefield harckocsijának is tűz okozta a vesztét. Eredetileg arra gondoltunk, hogy tűz pusztíthatott a tankban. A Pardus ágyúlövedékeit azonban faládákban tárolták, ezek pedig épek maradtak. Az elektromos vezetékek nagy része is sértetlen szigeteléssel került elő. Mindebből arra következtettünk, hogy volt ugyan robbanás, de tűz nem.
because the wood was never burned and the wiring was still in place, that there had been an explosion, but actually no fire. Ha a párduc nem a lángok martaléka lett, mi pusztíthatta el ezt a monstrumot? Jacques Littlefield kaliforniai szakemberei egy harcképtelenné vált tankba próbálnak életet lehelni. Már 3 éve dolgoznak rajta. Dave Merian újra tervezte a szétment tornyot, melyet a telephelyen kívül építenek meg. Ha a lövegtorony elkészül, remélhetőleg illeszkedik a torony gyűrűbe. Szerencsére egy franciaországi gyűjtőnél találtunk egyet. Nem tudom, hogy vadonatúj volt-e, minden esetre nagyon jó állapotban bukkantunk rá. Ennek a harckocsinak a toronygyűrűje több helyen is megsérült, és szörnyen berosdásodott. Helyre lehetett volna ugyanhozni, de nagyon sokba került volna. A toronygyűrű tehát elkészült. Következzék a toronykosár. Greg Taylor újból megépítette a legénység üléseit. A német páncélozott járművek üléseinek szabványosított vázuk volt. Szertettünk egy jó állapotban lévő eredeti ülésre, amelyet egy 222-es páncélkocsiból szereltünk ki. Ezt koppintottam le és készítettem el több példányban. Számos csöves alkatrészből hegesztettem össze az ülésvázakat. Kezdetnek nem rossz. Pontosan illeszkedik, hiába a német precizitás. Korszerű páncélzatának, messzehordó ágyújának és egyedülálló felfüggesztésének köszönhetően a párduc a háború remek műve volt. De ez még nem minden. Volt egy extra sebességfokozata is, amely lehetővé tette a semleges kormányzást. Ennek következtében a párduc két lánctalpa egyidejűleg ellenkező irányba is mozoghatott. A párduc semleges kormányzása alacsony sebesség mellett megnöveli a harckocsi manőverezési képességeit. Így csaknem egy helyben is képes megfordulni. Ma már minden korszerű jármű képes erre. A párduc azonban az első semlegesen kormányozható típusok közé tartozott. Az Egyesült Államokban csak jóval később jelentek meg ezek a szerkezetek. A korszerű harckocsik, például a Leopard 2-es és az M1 Abrams esetében a párductól örökölt semleges kormányozhatóság már alapvető követelmény. A harckocsi ütközetben katasztrofális következménye lehet, ha a jármű akár csak néhány másodpercig is hátat fordít az ellenségnek. A semleges kormányzás azt jelenti, hogy a harckocsi egy helyben is képes megfordulni. Szűk helyen, például városokban, ahol a tank nem tudna másként, például U-alakban megfordulni, nagyon fontos, hogy az ágyút addig is a célra tudjuk tartani, amíg manőverezünk. A toronygyűrűt felszerelték. A szakemberek most már a párduc differenciálművével foglalkoznak. A differenciálmű olyan fogaskerékrendszer, amely a sebességváltótól átviszi az erőt a lánckerék meghajtásra. A párduc fogaskerekeinek azonban volt egy súlyos fogyatékosságuk. Látszik, hogy általában egyenes fogazású kerekeket használtak. 3 fogaskereket kapcsoltak össze egy 2 fokozatú fordulatszámcsökkentő rendszerben. Ennek a rendszernek az volt a baja, hogy túl nagy nyomásnak voltak kitéve a kerekek egyes fogai. Ha összehasonlítjuk például a Sherman 2-ös nyílfogazású meghajtásával, amelyben a sokkal több fog sokkal nagyobb érintkezési felületet eredményezett, egyértelmű, hogy a Sherman fogaskerekei jobbak voltak. A párduc differenciál művének hibáját csak súlyosbította, hogy eredetileg sokkal könnyebb tankra tervezték. A párduc végleges súlya mintegy 45 tonna volt, míg a differenciálművet eredetileg egy 32-35 tonnás járműhöz tervezték. A tank azonban egyre nehezebb lett, egyre több páncél, egyre több alkatrész került rá.
A katonai berendezések visszatérő problémája, hogy eredetileg könnyebbre tervezik őket. Például ezt a differenciálművet is egy adott súly kategóriához tervezték, de a harckocsi egyre nehezebb lett. A fogaskerekek megóvása érdekében a párducok személyzetét lassabb haladásra utasították. Ennek az lett a következménye, hogy a tank harc képessége sohasem érte el a maximumot. Ha egy párduc lerobbant a csatatéren, a személyzete szinte tehetetlenné vált, mert túl bonyolult volt ahhoz, hogy megjavítsák. Ha a harckocsi differenciálműve elromlott, napokig tartott, amíg hozzáfértek. Mert először a sofőrüléstől kezdve a vezérlőkarokon át mindent ki kellett szerelni belőle. Ha a párduc valamelyik belső kereke megrongálódott, számtalan külső kereket kellett kiszerelni, amíg végre hozzáférhettek. Gondot okoztak a torziós rudak is. Bár elvben mindkét oldalról hozzájuk lehetett férni, gyakran előfordult, hogy csak a túloldalról lehetett a rudat ki- vagy visszaszerelni. Így ott is le kellett szedni a lánclapokat és a kerekeket. A német hadsereg a hátországhoz viszonylag közel harcolt. Az amerikaiakat viszont egy óceán választott el az otthonuktól. Az amerikai mérnökök ezért kidolgoztak egy időkímélő és életmentő megoldást, a gyors harctéri javítást. A párduc differenciál művét csak egy hatalmas daru segítségével távolíthatták el, és előtte sok más elemet szét kellett szerelni. Ha a Shermanből akarták a differenciál művet vagy a sebességváltót kiszedni, csak a harckocsi elejét kellett leemelni, és elég könnyen végrehajthatták a műveletet. Ez azt jelentette, hogy a tankot akár a harctéren is megjavíthatták. A harctéri tapasztalatok alapján a gyors és egyszerű javíthatóság a modern harckocsik alapvető követelményévé vált. A korszerű meghajtó egységek, például a német Leopard 2 tank meghajtására kifejlesztett MTU rendszerek önálló részegységként funkcionálnak. Ez azt jelenti, hogy egyetlen részegységet alkot a motor, a differenciálmű és a sebességváltó. A motorcsere ilyen körülmények közt szinte gyerekjáték. A csapat napról napra közelít ahhoz, hogy a párduc működőképessé váljon. De azt még most sem tudják, hogy 60 évvel ezelőtt mi okozta a harckocsi pusztulását. Annyi bizonyos, hogy valamilyen robbanás történt. Lehet, hogy szabotás volt. Ahogy a háború előre haladt, a német haditermelés egyre több kényszermunkást foglalkoztatott. Németország gyáraiban több millió fogoly dolgozott. Volt, aki szabotással tiltakozott sorsa ellen. A párduc helyreállítása közben Ellen és Brian a differenciálművel küszködik. Valami nincs rendjén vele. Lazák a csavarok. Nem húzták meg őket rendesen. Ezen a fedőlemezen az összes csavar laza. Sok furcsaságot találtunk. Például lyukakat fúrtak az olajfővezetékbe, majd cigarettacsikkel eltömték őket, hogy fokozatosan csökkenjen az olajnyomás. A fék alkatrészeit is elfuserálták, hogy a berendezés nem működjön olyan hatásosan, mint ahogy tervezték. Sok apró trükk, hogy gyengítsék a németek harcképességét. Vajon Jacques Párducának differenciálművét is szabotőrök szerelték össze? Hallottam történeteket, sőt, beszéltem olyanokkal, akik ezekben a gyárakban dolgoztak. Előfordult, hogy kiütötték, majd visszaragasztották egy fogaskerék egy-egy fogát. Találkozni azonban nem találkoztunk ilyen alkatrésszel. A szabotás lehetőségét tehát kizárták, de akkor mi okozta a párduc vesztét a háború utolsó hónapjaiban a sivár orosz fronton? Portola Valley, Kalifornia. Jacques Littlefield csapata új lövegtornyot illeszt a párducra.
A vaskos lövegtorony még ágyú nélkül is csak nem 7 tonnát nyom. A méretezésnél nem tévedhettek. A torony alja és a fedélzet teteje között nagyon keskeny a rés. Miközben a torony elfordul, érintkezhet a vezető vagy a motortér csapóajtajával. A rés 1 centinél is kisebb, ezért nagyon pontosan kellett dolgoznunk. Ha a torony nem pontosan körbefordul, az alullógó kosara sem a megfelelő pályán fog mozogni. 3 hónapja várnak erre a napra. A toronynak tökéletesen illeszkednie kell. Vigyázz a fejedre! Vigyük kicsit hátrébb, hogy középen legyen. Egy kicsit balra! Jól van. Jöhet egy kicsit lejjebb. Még arrébb. Csak egy pöttyöt. Vigyázz a hátuljára, Kiss! Lassan eresszétek, szép lassan. Onnan hogy néz ki, Greg? Tartsátok meg, tartsátok! Emeljétek egy kicsit feljebb. A végénél már beleütközött Kiss. Vigyétek egy kicsit arrébb. Ugye most sikerült? Hogy néz ki oda át? Azt hiszem, ott is lent van. Szerintem jó lesz. Igen, innen jónak látszik. Jól van. Forog. Forog. Három hosszú év után Jacques csapata a siker küszöbére érkezett. Most már csak apró részletek vannak hátra. Ha az ember már az ülésekkel és a rádiókkal bíbelődik, akkor messzire jutott. Nem kell többé rozsdás vasdarabokkal küszködnie. Ezen már jócskán túl vagyunk. Ahogy a Párduc helyreállítása a végéhez közeledik, lassan fény derül pusztulásának körülményeire is. A fekete nida békésen folydogál Bilecskimlinyi lengyel falu mellett. Jacques Párduca több mint 40 évet töltött a vízben. Henry Gralesz látta, amikor 1990-ben a lerobbant páncélost kivontatták a partra. Edward Csizsinski ma is emlékszik arra a félelmetes napra, amikor a tankot elérte a vég. Akkor 16 éves volt. Mindketten segíthetnek, hogy kiderüljön, mi történt a tankkal az utolsó pillanatokban. 1945. január. A II. Világháború utolsó hónapjaiban a szovjet hadsereg nagyszabású támadást indított, hogy végleg megtörje a németek ellenállását. Bilecskimlini körül is heves, könyörtelen csata bontakozott ki. Edward Csizsinskinek hívnak. Születésem óta ebben a faluban élek. Éppen hajnalodott, amikor az ütközet elkezdődött. A lovak és a tehenek kint voltak a mezőn, de nem tehettünk semmit. Kiáltoztak, hogy rohanjunk, mentsük az életünket.
Jacques Parduca a túlerő erről a befagyott folyón keresztül próbált egérutat nyerni. A folyó a legtöbb helyen egy méter mély sincs. A legénység katasztrofális hibát vétett. Olyan szakaszon próbálták meg áthozni a 45 tonnás harckocsit, ahol a fekete nida sokkal mélyebb, mint általában. A manőver nem sikerült. A jég beszakadt, a tank a folyó fenekére süllyedt és megfenek lett. A németeknek bal szerencséjük volt, mert a folyó itt csak nem 3 méter mély. A Parduc csapdába esett, és ellenségtől űzött legénysége az ilyenkor szokásos eljárást követte. Ha a kezelők kénytelenek elhagyni egy egyébként működőképes harckocsit, amely félő, hogy az ellenség kezére kerül, a világ összes hadseregében ugyanazt a szabályt kell követniük. Fel kell robbantaniuk a járművet. Végre kiderült, hogy mi okozta a lövegtornyot elpusztító titokzatos robbanást. Egyértelmű, hogy robbanó töltetet helyeztek el odabent, amely szétvetette a tornyot. A rozsda és az egyéb károsodások arra utalnak, hogy a tank a törzs tetejéig víz alá került. Így, amikor a lövegtornyot lerobbantották róla, a törzsben kevés kár keletkezett. Még a vékonyabb fémlemezek sem nagyon sérültek meg. A folyóba és a mocsárba süllyedt harckocsikról évtizedeken át számtalan legenda keringett a környéken. A hátunk mögött lévő helyről tudták, hogy ott is elsüllyedt egy német tank. A harckocsi a nagy 1945-ös csata után is a Fekete Nidában maradt. Több más tank is a folyóban végezte. Azokat azonban elszállította a lengyel hadsereg. Szétszerelték, szétvágták őket, az anyagot pedig újra hasznosították. Ez a tank azonban itt maradt, mert nehéz lett volna kivontatni. Egészen 1990-ig a folyóban pihent. Littlefield Parducának titkára tehát fényderült. Szerkezetének összeállítása persze nem megy együttműködés nélkül. Jacques Littlefield és David Merian átrepült az Atlanti-óceánon, hogy találkozzék Kevin Whitcrofttal, valamint Ellen és Brian Rutterrel. Mindkét csapat évekig dolgozott a Parduc felújításán. Rendszeresen konzultáltak egymással, hogy álmuk megvalósulhasson. Jacques Littlefield híres gyűjtő, nagyszerű kolléga, akivel nagyon jól kijövünk. Segítőkész, mindig készséggel tájékoztat. Számtalan alkatrészt cseréltünk, sok mindent megtudtunk egymástól a harckocsi szerkezetéről. Nagyszerűen együttműködünk, amivel rengeteg időt és erőfeszítést takarítunk meg. Ők már sokkal többet tudtak a tank szerkezetéről, mint mi, ezért rendre tőlük kérdeztük meg, hogyan szedték szét az egyes alkatrészeket, mit csináltak velük. És nekik természetesen mindenre volt válaszuk. Az együttműködésnek köszönhetően most már csak időkérdése, hogy mikor készülnek el a Parducokkal. Jacques emberei már az ünneplésre készülődnek. Ha sikerül összeállítanom és beindítanom ezt a motort, nagy bulit csapunk. Ha van valahol egy kis pia a környéken, lehet, hogy aznap meg is fogom kóstolni. Nagy nap lesz, az biztos. Lehet, hogy el is sírom magam. Ezek után bármibe kezdünk, gyerekjátéknak fog tűnni. Mégiscsak sikerült szétszednünk és szinte a semmiből újjávarázsolnunk egy ilyen bonyolult járművet. A Németországban gyártott és Lengyelországban harcképtelenített Parduc végül Kaliforniában született újjá. A megszállott békebeli gyűjtők számára a helyreállított Parduc egy álom megvalósulását jelenti. Azok számára viszont, akik szemtől szembe találkoztak vele a háborúban, olyan rémálom marad, amelytől soha életükben nem tudnak megszabadulni.